Kedves nézőink! Most a Legszebb Történetem című pályázat második helyezettjének, Kocsis Ingridnek írása következik Bábics Valéria tolmácsolásában. Nálunk otthon sohasem történik semmi érdekes. Anya szerint azért, mert mi egy harmonikus család vagyunk. A nővérem szerint viszont, amit anya harmonikusnak nevez, az maga a megtestesült dögunalom. Teljesen mindegy, kinek van igaza, nálunk otthon nem történik soha semmi, és kész. Még a karácsonyi szünet is olyan, mint egy egyszerű szünidő, azzal a különbséggel, hogy anyu és apu ilyenkor otthon vannak. Nem mintha ez jót jelentene. Anya folyton nevet, apa meg tiszta anyagias. Drágám, ne azt a parfümöt vedd meg, amit a Rossmannban láttál. Miért? Kérdi anya, az én sem most estem le a falvédőről képpel. Találtam egy sokkal olcsóbbat a piacon, mondja apa haláli vigyorával. Most ne, bisítok, de csak magamban, mert nem akarok megrémiszteni senkit, titeket sem. Én egy igazán kedves kisfiú tudok lenni, de csak akkor, ha akarok. Azért valamit el kell árulnom. Nagyon közel állok az anyukámhoz. Köztünk van az a kötődés, ami igen ritka. Szeretnék kemény és erős lenni, mint a többi srác. Sajnos nem sikerült még. Talán nem hiába varják rám azt a jelzőt, hogy bőgős masina. Hát igen, egy jó könyv, anyák napja, temetés, szerelmi bánat, és zokogok. Bőgök akár csak egy baba. Szóval, amit igazából el akartam árulni, az az, hogy a szüleimnek én vagyok a kedvence. Sosem voltam kitűnő tanuló, nem is vagyok túl helyes, bár azt nem is bánnám. Lassan karácsony lesz. Pontosabban egy hónap múlva. Mikor még kicsi voltam, hatalmas nagy izgalommal töltött el ez a nap, de ma már csak megvetést érzek iránta. Már senkinek nem az számít, hogy a szülei végre otthon vannak, ráadásul együtt. Az ajándékok. Hát persze, mi más? Mert én kapok egy biciklit, egy új telefont, nem beszélve a saját számítógépről. Nem bírom ezt az ünnepet. Elveszett. Elveszett az, amiről valójában szólt. Ez nagyon fáj, mert különleges nap volt. Egyszer láttam egy filmet. A kisfiú azt kívánta a szülinapján, hogy minden nap karácsony legyen. Így is lett. No, de mi a jó abban, ha minden nap összejön a család és ünnepel? Pontosan ez az, amiért megszűnt a való értelme az ünnepnek. Mindennaposnak tekintjük őket. Minden nap kapunk valamit. Megszoktuk a kényelmet, és tulajdonképpen most odáig jutottunk, hogy el is várjuk. Talán azért gondolkodom így, mert nem sokkal karácsony előtt a családunkban történt egy tragédia, mely az egész életünket megváltoztatta. Tavaly novemberben apa meghalt. Én nem tudtam, nem tudom, és nem leszek képes arra, hogy ezt valaha felfogjam. A történet végül is ilyesmi. Apa mozdonyvezető volt. Aznap ugyanúgy ment dolgozni, mint máskor. A síneket ellepte a hó és a jég, de attól még dolgoznia kellett. Imádtam a hóesést, egészen addig a rossz hírig. Kisiklott a vonat. Biztosan a jég miatt, hiszen apa remek mozdonyvezető volt. Először nem hittem el. Tagadtam. Mintha nem is lett volna valóság. Az volt. A legrémesebb igazság, amit egész életem során át kellett élnem. A nővérem elutazik karácsonykor a barátjával. Nem bír anya szemébe nézni. Ő látta utoljára aput. Azt hiszem, bűntudata van. Sajnálom. Talán meg kellett esnie. Ettől lesz teljes az életünk akkor is, ha valaki hiányzik belőle. Anyával maradtam.
Egy szót se szóltunk egymáshoz. Én sem akartam a szemébe nézni. Tulajdonképpen semmit az egész világon nem csináltunk. Folyton sírt. Mindegy, hogy reggeliztünk, vagy olvasott, esetleg fürdött, elkezdett sírni. Mondanám, minden ok nélkül, de a haláleset mégiscsak egy magyarázat erre. Ilyetten észleltem, hogy december eleje van már, és még fenyőfát se vettünk. Több mint egy hete nem jártam az utcán, majd meghaltam. Elhagytam anyát. Biztosan bután hangzik, de úgy éreztem, többé nincs közünk egymáshoz. Elköltöztem a nagyszüleimhez. Nem hittem, hogy hiányolni fog az édesanyám otthonról. A nagyszüleim igazán kedves emberek, jól éreztem magam velük. Azt tettem, amit kívántam. Senki nem szólt rám, hogy ne egyek annyi süteményt ebéd előtt. Senki az égvilágon nem mondta, hogy ne olvassak éjfélig. Nem szóltak rám, ha rendetlenséget hagytam magam után, vagy egész nap a tévét néztem. Valami nagyon hiányzott nekem abban az időszakban. A törődés. Mert az, hogy a szüleink ránk szólnak, hogy ne gépezzünk annyit, és a telefonszámla se szárnyaljon az egekig, nem jelenti, hogy nem szeretnek. Pont az ellenkezője a lényeg. Jobb jövőt akarnak nekünk, mint amilyen az övék valaha is volt, vagy akár lesz. Azt szeretnék látni, hogy a tudásunkkal tudjunk boldogulni. Azt akarják, hogy az eszünkre hallgassunk. A probléma ezzel az, hogy ha nem a szívünkre hallgatunk, hiába leszünk gazdagok. Nem lesz meg bennünk az az érzelmi érettség, mint másokban. Nem azt a munkát fogjuk választani, ami érdekel, hanem azt, amelyikből jobban megélünk. Ez önmagában még nem is lenne gond, csak hogy ez alatt az idő alatt pikarcnyit sem leszünk boldogok. Nem bírtam valami sokáig. 3 nap után hazaköltöztem. Anya nem jött el értem a mamáékhoz. Azt hittem azért, mert haragszik. De tévedtem, mint általában. Amikor beléptem a szobába, halk zene szólt. Mennyből az angyal. Kiskoromban ez volt a kedvencem, mai napig is az. Az előszobában ott állt az, amire ebben az évben igazán nem számítottam. Egy karácsonyfa. Szeretett édesanyám épp szaloncukrot kötözött rá. A falon a szokásos általunk készített plakáton látható volt a felirat: Boldog karácsonyt! 5 éves volt, amikor elkészült, és felraktuk a falra először. Szervusz! Köszöntem rá. Szia, Máté! Mosoly virított az arcán, ráadásul könnyek nélkül. Majd szétvetette az öröm, hogy otthon lát. Én nagyon megbántam, hogy eljöttem itthonról, de tudod, annyira nehéz. Őszinte megbánással néztem rá, ő pedig mosolygott, holott én majd elbőgtem magam. Nem válaszolt. Oda sétált hozzám, és átölelt. Nekem az férkőzött a fejembe, hogy ez a legeslegjobb érzés a föld golyóbison. December 12-ét írtuk aznap, de mi az egész fát feldíszítettük. A Szentestén nálunk mindenki részt vesz. Anya rokonai minden évben nálunk töltik ezt a napot. Hatalmas felhajtás, óriási nevetések. Félő, hogy ez az év el fog térni a korábbiaktól. Nem hiszem, hogy apa halálát bármelyikünk is hamarosan kiheverné. Sosem apás, inkább mindig anyás voltam. De eltűnt a megszokottság. Az a megszokottság, amiért értelme volt az életünknek. Gyűlölöm a változást és az új dolgokat. Anyától örököltem. Jobb szeretem, ha mindig minden ugyanolyan, mint tegnap volt, vagy akár a múlt évben. Én nem várom el, hogy megértsenek, csak azt, hogy elfogadjanak. Az érzelmi hiányosságaim ne legyenek mások szemeiben kétségbejtőek. Azt akarom, hogy vége legyen az összes szenvedésnek, amit az emberek okoznak egymásnak. Mindig azt mondom másoknak,
hogy nem kell megváltoztatniuk az egész világot. Nem kell, hogy másokat legyőzzenek. Elég, ha te magad győzöd le azt, aki mindenkinek az ellenfele, vagyis saját magadat. Persze hiába papolok, hiszen én is pont ilyen vagyok. Úgy ragaszkodom a győzelemhez, mint kevés ember. Lehet, hogy nem mutatom, de időnként a kárörvendés is jellemző rám. Gúnyolodni akarok talán? Nem. De annyit bántottak, hogy most meg akarom mutatni, mit tudok. Általában sikerül, ha mégsem, próbálkozom újra. Ez az életem. Egy folyamatos verseny. Egyszer kiesni a mezőnyből már bukásnak számít. De felállok, mert nyernem kell, bármi áron. Most jött el az én időm, mikor le kell győznöm magam. A halál kemény dolog, de nem kell belehalni nekünk is. Belegondolt már valaki ilyenkor, hogy milyen irigyen viselkedik? A szeretteink pihennek az égben, és közben azon örlődnek, hogy mi, akik lent vagyunk, ugyan minek irigykedünk rájuk. Tényleg így van. Azt hisszük, már eleget küzdöttünk ahhoz, hogy nekünk is kijárjon. De ki is tudja pontosan, hogy mennyi bukást kell átélnünk pályafutásunk során, hanem Isten. December 24. Karácsony. Ha az emberfia valamit nagyon szeretne, akkor megkapja. Olyan vidáman ébredtem fel reggel, mint talán soha. Karácsony reggelén el szoktunk menni sétálni. Ilyenkor teljes felhajtás uralkodik odakint. A vásár hatalmas. A csarnoknál kisgyerekek futkároznak a deres hidegtől kipirult arccal. A felnőttek nevetve beszélgetnek. Ezt az élményt nem szerettem volna kihagyni. Amint felébredtem, felöltöztem és kimentem a konyhába. Édesanyám éppen az első tepsi süteményt vette ki a sütőből, kora reggel. Megnéztem, még csak 7 óra volt. Biztosan nem tudott aludni a szorongástól. Nem is értem, miért. Szia, anya! Boldog karácsonyt! Köszöntem neki, mint minden normális karácsonyon. Ugye ma reggel is elmegyünk sétálni? Kérdeztem izgatottan. Hát persze, mint mindig. Elmegyünk a karácsonyi vására. Jól aludtál, kedves? Kérdezte mosolygósan. Igen, remélem te is. Gyönyörű volt a tél. Még sohasem volt ennyire káprázatos. Olyan magas volt a hó, hogy nehezen tudtunk benne lépkedni, de végül elértünk a vásárig. Ott már jó volt, mert eltakarították a havat. Boldog voltam. Nagyon. Azt hiszem, anya is. Látszott, hogy őrületesen fáradt, de igencsak kiegyensúlyozott volt mindig. Őt szeretem a legjobban a világon. Körülbelül 1,5 órát sétáltunk a téli tájban. Sok ajándékot vettünk, de rengeteg olyat is, amire semmi szükség nem volt. Nem igazán szóltunk a másikhoz, de éreztem, hogy lélekben velem van. Biztosan félt, hogy ha majd elkezdi mesélni a régi történeteit, akkor eszébe jut apu, aki ezeken mindig jót nevetett. Gondolom, így is, úgy is rá gondolt, de nem tudott még róla beszélni. Nekem is korai volt még akkoriban. Erősnek akartam tűnni. Nem szerettem volna csalódást okozni. Így ünnepeltük az első karácsonyt, apa nélkül. Most már tudom, hogy beszélhetek róla. Már nem fáj. Jó kimondani ezeket a dolgokat. Igen. Ez volt a legszebb karácsonyom. Sikerült túlélnünk azt, amit lehetetlen, a halál.